Maja Lönde, Hónővér Első fejezet Hedvigról mesélek neked. Arról miként lett a legjobb barátom, és hogyan veszítettem el. Meg a nővéremről, Junoról, aki már nem volt közöttünk, mégis mindig itt van velem. Amikor először találkoztam Hedviggel, az úszodánál, éppen az órát az ablaknak nyomva nézett befelé. Az órát láttam meg először, meg a sok szeplőjét az orra körül. Egyedül állt odakint és bekukucskált. Hultak rá a hópelyhek, rátelepettek a sapkájára, és az alul kandikáló vörös hajára, meg a vastag gyapjú kabátjára, amely szintén vörös volt, ugyanolyan élénk színű, mint a télapó ruhája. Addigra már sokat leúsztam, Akkoriban gyakran jártam az úszodába szinte minden nap. Egymás után tettem meg a hosszokat a medencében. Több időt töltöttem a víz alatt, mint felette, csak minden második tempónál dugtam ki a fejemet, hogy levegőt vegyek, majd újra lebuktam. Élveztem a ritmusát. Fel, besztív, tempó, le, kifúj, tempó. Úszás közben nem kellett másra gondolnom, csak a levegővételre a tempókra, meg a vízre. És idővel egész jól belejöttem. Ha ugyanis minden áldott nap úszik az ember, akkor az idő múltával önkéntelenül is egyre gyorsabban tud haladni. Nap mint nap javul néhány tized másodpercet. Igazából csak azért kezdtem úszni, mert John is járt. Ő volt a legjobb barátom. És egyikünk sem szeretett focizni, így hát maradt az úszás. Egyébként John is ott volt aznap délután, amikor Hedwig megjelent. Valamivel később érkezett, mint én. Emlékszem, ott állt a medence szélén, és didergett. Úgy nézte a vizet, mintha félne beugrani. Odaúztam hozzá, kitoltam magam, majd odaálltam mellé. Szia! Üdvözölt John. Szia! Feleltem. Hideg a víz? Kérdezte. Egy kicsit, mondtam. Körülbelül annyira, mint mindig. Oké, okay, válaszolta John. Kint hidegebb van, jegyeztem meg. Igen, bólintott John, havazik. Igen, helyeseltem. De tegnap jobban esett, vélte John. Aha, mondtam, lehet. Igen, bólogatott még mindig John. Igen, mondtam én is. Aztán elhallgattunk. Figyeltem, ahogy csöpög rólam a víz a kék padló csempére. Csip, csepp, csöpp. Mondanom kellene valamit, gondoltam magamban. John nagyon fászatott, mert két karját maga köré fonta, mintha megölálné magát. Általában hamar elkezdett fázni, ami nem csoda, hiszen olyan vékony volt, mint egy giliszta, és velem együtt a legalacsonyabb az osztályban. Ez is közös volt bennünk. Most talán azt gondolod, hogy csak azért lettünk barátok Johnnal, mert kicsik voltunk, és nem tudtunk jól focizni, meg hogy nem tudtunk miről beszélgetni. Pedig nagyon sok közös témát találtunk azelőtt. Bennem állt a szánk attól a pillanattól kezdve, hogy reggel az iskolába menett találkoztunk, egészen addig, amíg este le nem kellett feküdnünk aludni. John mellett sosem kellett azon gondolkodnom, hogy mit is mondjak neki. Olyan volt, mint egy gomba, amit megnyomva csak úgy árad belőlem a szó hosszú mondatokban, amelyek csak akkor értek véget, ha Johnnak is akartam időt hagyni, hogy belőle is kiáradhasson legalább annyi szó. Megnevetés. Johnnal ugyanis hihetetlenül sokat nevettünk. Olyan röhögő görcsét ránk, hogy a padlón fetrengtünk. Anya gyöngyöző nevetésnek hívta. Azt mondta, ez a legszebb hang a világon. Olyan, mintha kerek fehér gyöngyök gormulnának ki belőlünk. De ez az előtt történt. Nyáróta nem nevettünk. És valahányszor találkoztam Johnnal, mindig törnöm kellett a fejem, mit mondhatnék neki. Többnyire csak rövid szavak hagyták el a számot. Sokszor az időjárásról. Soha életemben nem beszéltem annyit az időjárásról, mint a legutóbbi fél évben. Pedig azt hittem, csak a felnőttek szoktak az időjárásról társalogni. A gyöngyöző nevetés meg fel sem merült. Lehet, hogy ez neked most úgy hangzik, mintha az életem szövegelés és nevetés nélkül nagyon szomorú lett volna. És ebben igazad is van. Nagyon szomorú volt mindaddig, amíg Hedvig fel nem bukkant. A jelek szerint John nem bírta tovább a vacogást, én sem maradhattam ott csöpögni, így hát mindketten beugrottunk a vízbe. Folytattam a tempózást, úsztam a hosszokat oda-vissza. Láttam, hogy John is ott halad mellettem, de nem bírta ki az iramot. Az elmúlt hónapokban gyorsabb lettem nála, mivel sokkal gyakrabban jártam úzni. Fel, beszív, tempó, le, kifúj, tempó. Másra nem is kell gondolni. Ám egyszerűen képtelenség volt az úszásra figyelni. Észrevettem ugyanis, hogy az úszómesterek feldíszítették a fülkéjüket karácsonyra. A medencére néző ablakba pedig végig színes égőket aggattak. Karácsony. Hát igen. Nem sokára itt a szent este, az év legjobb napja. Elvégre sokan tartják december 24-ét az év legjobb napjának, nekem viszont különös okom is van rá, hogy így gondoljam. Aznap van ugyanis a szülinapom. Ezért a nevem. Ráadásul idén leszek tíz éves. kerekép forduló karácsony este. Ez aztán alapos indok arra, hogy nagyon várjam, még mégsem vártam egyáltalán. Biztosra veszem, hogy határozott elképzeléseid vannak arról, milyen a karácsony. Hogy hol jó lenni, mi lóg a karácsonyfán, milyen illatok terjengenek, és kik vesznek körül. És bizonyára azt szeretnéd, ha minden évben hasonló lenne. Én is így voltam ezzel. Nálunk általában ilyen volt a karácsony. Anyáék már 23-án feldíszítették a fát, azután, hogy a testvéreimmel már lefeküdtünk. Amikor 24-én reggel felébredtem, mindig tartottam attól, hogy nem készültek el. Olyan halkan nyitottam ki a szobám ajtaját, amennyire csak tudtam. Kiosontam az emeleti folyosóra, az alsó szintre vezető lépcsőhöz. Ott megálltam, és füleltem, hallok-e valamit. Karácsonyi hangokra hegyeztem a fülem, a kandalló párkányán a forgó dísz csilingelésére, a kandallóban égő faropogására, pattogására és a zenére amit anya ilyenkor mindig bekapcsolt. A csendesét vagy a csillagfényes éjszakán éneklő fiúk Azok a fiúk olyan szépen énekeltek, hogy őket hallgatva mindig megborzongtam egy kicsit. Miután megbizonyosodtam arról, hogy a karácsonyi hangokkal minden rendben, lejjebb lopakodtam a lépcsőn. A napaliba vezető ajtóhoz léptem, ahol ismét meg kellett állnom, ezúttal szaglászni. A karácsonyhoz ugyanis illatok is hozzá hozzátartoztak. Nálunk karácsonykor összekeveredik a fa leveleinek, karácsonyi füstölőnek, mézes kalásnak, narancsnak, fahínak és kakaónak az illata. Számomra ennél finomabb nem létezik. Csak akkor be benyitni a nappaliba, miután megállapítottam, hogy az igazi karácsonyi illat sem hiányzik. Először csak némán álltam és pislogtam, mivel a nappali alig látszott a rengeteg dísztől, és minden olyan gyönyörű, meleg, ragyogóan szép volt, hogy szinte elállt a lélegzetem. De anyáik is ott voltak. Megöleltek, Isten éltessen sokáig, és boldog karácsonyt mondták. Drága karácsonyi kisfiunk, gyere, így áll egy kakaót, és reggelízzünk meg együtt. A roskadásig megrakott terített asztalnál ott mosolygott a hugom meg a nővérem. Mindhárman boldog karácsonyt kívántunk egymásnak. A kis Augusta, aki augusztusban született, én Noel a középső, aki karácsony este születtem, és Juno közöttünk a legidősebb, talán kitalálod, ő mikor született. Juno, igen, a nővérem. Minden áldott karácsonykor ott volt velünk, de abban az évben üres maradt a helye az asztalnál. Juno ugyanis meghalt teljesen. Meghalt, és kint fekszik a temetőben. Ezért talán nem csoda, hogy ott a medencében egymás után úszva a hosszokat, azon töprengtem, vajon milyen lesz a karácsony. Próbáltam megint az úszásra figyelni. Fel, beszív, tempó, le, kifúj, tempó. De hirtelen rosszul vettem a levegőt, és vizet nyeltem. Ingerálta az orromat és a torkomat. Kiúztam a sekély vízbe, felálltam és köhögtem, és éppen ekkor vettem észre Hedviget, amikor ott köhögtem a vízben. Oda kint állt a hóban, és befelé kémlelt. Szeplős órát az ablakhoz nyomta, amitől egészen kifehéredett. Aztán hirtelen rájöhetett, hogy őt figyelem, mivel hátrébb hőkölt az ablaktól, és nagyon meglepetten nézett rám. Körbe pillantottam, senki más nem látta. John felleúszott a medencében, a vizen kívül semmi más nem vett észre. De én láttam a lányt, és ő is engem. Felemelte a kezét, és beintegetett. Én is felemeltem az enyémet, és visszaintegettem. Erre szája olyan széles mosolyra húzódott, amilyet már nagyon-nagyon régen nem láttam.